A 170 éves Fiumei úti sírkert a magyar történelem és különösen Budapest történetének gazdag gyűjteménye. A Nemzeti Örökség Intézete által gondosan ápolt parcellák, az ott nyugvók közül kiválasztott nevekkel ellátott utak rendszere, a Margit-szigettel vetekedő gazdag, különleges parkja, gazdag flórája, a síremlékek művészi értéke és elsősorban az ott nyugvók élettörténete különleges érték. Temetői sétáinkon, az utak mentén, a fák alatt gyakran találkozunk híres orvosok, orvosprofesszorok sírjaival, síremlékeivel. Itt temették el Balassa Jánost is, a korszerű sebészeti oktatás megteremtőjét, akárcsak a Bókai és a Korányi család orvosprofesszorait. Szintén a sírkertben nyugszik Krepuska Géza, a modern főgyógyászat úttörője, vagy éppen Heim Pál, a nemzetközi hírű gyermekorvos. Sokáig itt nyugodott Semmelweis Ignác, az anyák megmentője is, akinek földi maradványai előtt immár az Orvostörténeti Múzeum udvarán hajtatunk fejet, de impozáns síremléke még ma is a Fiumei úti sírkertben látható. Mellettük számos jeles orvos nyugszik még itt, a Nemzeti Emlékhelyen, többek között az anatómia szakterületének kiválóságai. 1769. Mária Terézia királynő és Nagyszombat. Ezek azok az adatok, amelyek megmagyarázzák az egyetemi szintű magyar orvosképzésnek az indulását. Az első öt tárgy között ott találjuk a bonctant, az anatómiát. Az első professzor Tranka Vencel cseh egyetemi tanár volt, és utána 65 évet kellett várni, hogy az egyetem Pestre kerüljön, és az bonctermi munkára, a gyakorlati munkára fókuszáló anatómiai oktatás megindulhasson, ez már Csausz Márton idejéhez tartozik. Csausz Márton Felsőbányán született, örmény családban. Egyetemi tanulmányait Pesten végezte, 1820-ban avatták orvossá. Számos köztisztviselői és egyetemi pozíció után 1834-ben nevezték ki a bonctani intézet élére. Ez alkalomból egyik sebész tanítványa, Knezevics István írt köszöntő éneket, amelynek utolsó sorai így hangoznak. Téged bámulunk kisdet sorainkban, nemes hős, nagy lelkű csauszunk, méltánylott nagyja hazánknak. 1860-ban 64 éves korában halt meg. A boldogultnak hűlt tetemei, ünnepélyes beszenteltetés után a Kerepesi út mellett családi sírboltba fognak eltakarítatni, hirdette gyászjelentése. Igazgatóként két kitűnő tanítványt, Mialkovics Gézát és Lenhossék Józsefet indította útjára. Az utóbbi 1864-ben tartott emlékbeszédet néhai Csausz Márton sírja felett. Lenhossék József, a Lenhossék dinasztia középső tagja, 1859-ben követte Csauszt a bonctani intézet élén. Az ő ideje alatt vált egységessé az orvosképzés. A bonctani intézet nagyon szerény körülmények között a volt pesti jezsuita kolostorban, az Új Világ és a Hatvani utca sarkán működött. Lenhossék József hozta létre az anatómiai múzeumot, amely indulásakor a Bécsből odaszállított világhírű Fontana-féle viasz preparátumokból állt. Munkatársaival és több egyetemi hallgatóval kezdték el az oktatás igen látványos részévé váló anatómiai preparátumok boncolását és rögzítését. Lenhossék József, számos tanítványmestere, 1888-ban szenderült jobb létre, és a Fiumei úti sírkertbe helyezték örök nyugalomra. 1893-ban tanítványa Mihalkovics Géza tartott emlékbeszédet a Magyar Tudományos Akadémián. 1844-ben az orvosi fakultás létrehozta a második számú bonctani intézetet, amelynek igazgatója Lenhossék munkatársa Mihalkovics Géza lett. Lenhossék József halála után Mialkovics átvette az első intézet irányítását. Rövidre szabott élete 1899-ben 55 évesen rektori évében ért véget. Mellszobrát Ligeti Miklós alkotását 1901-ben avatták fel a Tűzoltó utcai anatómiai épület kertjében. A szoboravató ünnepségen Lenhossék Mihály, Mialkovics tanszéki utóda méltatta elődjét. A Nagyvárad tér neve, ahol ma a Semmelweis Egyetem 20 emeletes épülete áll, a 19. században még Mihalkovics tér volt. A tér szomszédságában lévő utca még most is Mihalkovics nevét viseli. A két bonctani intézet 1878-ban az Üllői út 26 szám alatt megépült anatómiai épületbe költözött.
1879-től találjuk a beírásokat a Magyar Királyi Egyetemi Leíró és Tájbonztani Intézet vendégkönyvébe. Számos kitüntetett és kiemelkedő magyar személyiség aláírása mellett között ott találunk egy korszakindító bejegyzést is, olvasom. Az első bonztani intézet két első női hallgatója, Szendef Ida és Königsberger Lea. A beírás Budapest 1896. október 8. Ettől kezdve járhattak a hölgyek az orvosi egyetemre. A második számú intézetet 1890-től az Állatorvosi Egyetemről érkezett Tannhoffer Lajos vezette. Ő volt az első az országban, aki rendszeresen foglalkozott az élő szervezetek szabad szemmel már nem látható részleteivel, a szövettannal. 1892-ben a Természettudományi Társulat fölkérésére 10 részes előadás sorozatot tartott, amelyben a titokzatos anatómiát a laikusok számára közérthető, színes, az anatómia és a divat szellemében népszerűsítő módon adta elő. Tannhoffer Lajos 1909-ben hunyt el, az egyetem központi épületében búcsúztatták, és ugyancsak a Fiumei úti sírkertbe helyezték örök nyugalomra. Temetésén megjelent a vallás és közoktatásügyi miniszter, Aponyi Albert is. Mihalkovics halála után az orvosi fakultás Lenhossék József fiát, Lenhossék Mihályt, a Lenhossék dinasztia harmadik képviselőjét hívta haza, svájci németországi tartózkodásáról. Lenhossék 1900. január 1-én vette át a Tűzoltó utcai, 1898-ban felavatott, világviszonylatban is modern, s a mai napig korszerűnek számító épületében az első számú anatómiai intézet igazgatását. Lenhossék Mihálynak kiemelkedő szerepe volt az idegrendszer szerkezetét megindító és megalapozó neurontan kidolgozásában. Az idegsejteket akkor ismerték föl. Hazatért, tankönyveket írt, és az 1922-ben megjelent három kötetes anatómia könyve, az még ma is az anatómia oktatás egyik alapdokumentuma, noha 1922-ben jelent meg. Lenhossék Mihály 1934-ig vezette az intézetet, 1937-ben visszaadta nemes lelkét teremtőjének. A család és tisztelői a Magyar Tudományos Akadémia oszlopcsarnokában felállított ravatal előtt búcsúztak Lenhossék Mihálytól. A bejáratnál a családi címert lefelé fordítva tették ki, jelezve, hogy a család fiúágon kihalt. A koporsót azután díszmenet kísérte ki a Fiumei úti sírkertbe, ahol a szertartás a főváros által adományozott díszsírhelynél folytatódott. Lenhossék Mihály sírját Fülöp Elemér Adastra szobra díszíti. A síremléket néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Örökség Intézete újította fel. Lenhossék Mihály emléktábláját 1937. november 6-án leplezték le az anatómiai épület lépcsőházában. Az ünnepségen megjelent unokaöccse Szent Györgyi Albert is, aki néhány nap múlva vehette át Stockholmban az élettani orvosi Nobel-díjat. Lenhossék Mihály idegrendszerrel kapcsolatos kutatásait tanítványa Szentágotai János folytatta és vitte nemzetközi sikerre. A második számú intézet igazgatói székében Tannhoffer Lajost munkatársa Teljesnicki Kálmán követte. Orvosi diplomáját 1892-ben szerezte meg, majd Mihalkovics és Tannhoffer tanítványaként dolgozott az intézetben. Szövet és fejlődéstan tanított az Állatorvostudományi Főiskolán, majd az 1897-es tanévtől a művészeti bonctant adta elő a mintarajziskola növendékeinek. Az Emberi test szépségeiről és a művészeti boncolástan címmel írt munkái 1900-ban jelentek meg. Szenvedélyesen szeretett fiatal feleségének halálát nem sokkal élte túl, 1932-ben hunyt el. Barcsai Jenő festőművész, a mintarajziskolából kisarjadt képzőművészeti főiskola tanára, aki szintén a Fiumei úti sírkertben nyugszik, az 1953-ban megjelent Művészeti anatómia című munkájában méltatta az anatómus Teljesnicki Kálmánt. Az 1834-es és az 1932-es évek közti majdnem 100 évben oktató és kutató anatómus professzorokkal együtt a Fiumei úti sírkertben nyugszik
Hőgyes Endre professzor, akinek 1896-ban megjelent, több mint 1000 oldalas, emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudományos Egyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről című munkája, az orvosképzés induló 125 évének hiteles krónikája. Gyönyörű síremlékének alkotója Kopics János. Ugyancsak itt találjuk az orvos és orvostörténész Győri Tibor gazdagon díszített síremlékét. Hőgyes és Győri munkái nélkülözhetetlen források az anatómia oktatás történetének tanulmányozásában. A Fiumei úti sírkertben tisztelettel emlékezünk egymásba fonódó sorozatot alkotó kiváló férfiakra, professzor elődeinkre, akiknek a munkássága mások munkásságával kiegészítve megteremtette a magyar orvosképzés és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem világra szóló elismertségét, jó hírét.